a Debrecen Református Gimnáziumban tanulok, most vagyok 10-es. Külön tanárhoz járok, hogy profiból angol képzést kapjak. Szeretnénk tovább folytatni a tanulmányaimat egy egyetemen vagy főiskolán megpróbálni, akár Budapesten, akár Szolnokon, mindenképpen idegenforgalomban. Szeretném, hogyha szállodaigazgató válna belőlem, esetleg ha összejön. Hát családról van két testvérem, egy húgom és egy öcsém. Nagyon szeretem őket, nagyon cukik, de vannak azért beszélgetések köztünk. A modellkedésről, hát annyit, hogy voltam egy portfólió készítésen, a Maklári Tóth Attila keresett fel. Mondta, hogy ha van kedvem, meg érdekel ez a modelles szakma, keressen fel őt telefonon. Felkerestük őt, megbeszéltünk egy időpontot, elmentem, elkészült egy 54 darabos portfólió, ebből 10 darabot retusáltak, és így tettem fel az oldalra a képeimet. Hát divatbemutatókon még nem szerepeltem, de nagyon szeretnék menni egy ilyen tanfolyamra, hogy megtanítsanak mindenre, sminkelés szempontjából, megtanulni, hogy kell járni a színpadon, beszélni. Anyukám fedezett fel ebből a szempontból, hogy szeretné, hogyha a hobbi szinten esetleg modellkednék, de viszont mivel ezt a portfóliót megcsináltuk, kaptam két modell ügynökségnek egy telefonszámot, amiket ha felhívok és ajánlom magam, szeretném, hogyha elmennének, úgymond, és beválogatnának oda. 9 évig mazsaretteztem, 1 évig már modelltáncot is tanultam, versenytáncon is voltam már, de most itt nem csinálok semmit. Szeretném tovább folytatni a táncot, bármilyen például hip-hop vagy társas tánc, versenytánc. Felfedeztem az amodel.hu honlapot, ami nagyon megtetszett, fel is regisztráltam magam, feltettem ebből a portfóliós képeimet, és megörültem ennek az esélynek, hogy hát felfedeztem. Én már felfedeztem, gyere az a modellre te is!